Nem zártak túl jó évet a gazdák 2022-ben, a kialakult energiaválság és gázolajhiány is hatással volt a mindennapjaikra, de legjobban a közel 100 éve nem tapasztalt aszályos időjárás miatt fájt a mezőgazdászok feje. Mint az élet minden területére, a mezőgazdaság és az élelmiszeriparra is rányomta a bélyegét az idei évben az orosz-ukrán háború, és ennek következményei az energiaáraknak a növekedése, az input anyagáraknak a növekedése, és a mezőgazdaságban még ezt tetézte a 100 éve nem tapasztalt aszály, ami rendkívül alacsony terméseredményeket eredményezett az idei évben. Nagy problémát okoz az ágazatunkban az ukrán gabona behozatala, gondolok itt kukoricára és búzára, aminek a hatására sajnos szinte megszűnt a kereslet a hazai termékekre. Az állattenyésztést is nagyon sújtja az energiaárak és a takarmányáraknak a rendkívüli növekedése, valamint a felvásárlási áraknak az alacsony mi volta, ezért az állattenyésztési ágazatnak az eredményessége alacsony színvonalú lesz az idei évben. A kukorica vonatkozásában a több éves megyei átlag az ilyen 8,7-8,8 tonna, most pedig 3,4 tonnára csökkent a megyei átlag, és ugye sajnos itt az is elmondható, hogy a megyének voltak olyan részei, ahol szinte nem is lehetett, nem is volt érdemes aratni a kukoricát, mert sokkal többbe került volna a gépi munka, mint ami tulajdonképpen a betakarított termés értéke lett volna. A kukoricán kívül a napraforgó is hasonlóképp megsínlette a száraz időjárást, a búzával azonban a legtöbb helyen nem volt akkora gond. Az ősz az csapadékosabb volt, mint az elmúlt évben, úgyhogy bízunk benne, hogy még fogunk téli csapadékot is kapni, és ezáltal a talajaink feltöltődnek, és egy jobb kezdetek, tehát jobb tavaszi kezdettel indulnak majd a növénykultúrák, és bízunk benne, hogy tényleg a 2023-as aratás az sokkal vidámabb lesz, mint az idei volt. Bár az időjárás kiszámíthatatlan, a gazdáknak lassan el kell dönteniük, hogy mit vállalnak 2023-ra. Mekkora területet szánnak a kukoricának és napraforgónak, vagy hogy vessenek-e egyáltalán jövőre ezekből az idén alig termő növényekből. A 2022-es évben egyébként országos és megyei szinten is rendkívül aktív évet zárt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Társadalmi kapcsolatokat épített kamarai választásokat tartottunk május 20-án, aminek az eredményeként létrejött az új küldöttgyűlés, és novemberben pedig megtartottuk a települési agrárgazdasági bizottságoknak a tisztújítását is. A tagságunk magas színvonalú kiszolgálása érdekében a falugazdász hálózat az idei évben is nagyon aktívan dolgozott. Az egységes kérelmeknek közel 70%-át adták be, mint az eddigi években. Több mint 14 ezer személyes tanácsadást folytattak, és 8900 elektronikus ügyintézést, valamint az őstermelői hatósági ügyintézések kapcsán is 5900, majdnem 6000 ügyintézést végeztek a kollégák. Emellett 71 tájékoztató rendezvényt, kiscsoportos tájékoztató rendezvényt tartottak az aktuális témákból, és ez az év végével már ugye kicsit felkészülés a 2023-as évre, itt az agrárökológiai alapprogramnak az ismertetése is tulajdonképpen zajlott. Immár 8. éve végzi a NAK a földbizottsági feladatokat. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a földadásvételek esetében a kamara elnökségének, tehát minden megyei kamara elnökségének lehetősége van arra, hogy véleményt nyilvánítson a földhivatal felé, hogy azt az adott adásvételt támogatja, vagy pedig nem. Mi itt azt gondolom megyében nagyon szerencsések vagyunk, egy rendkívüli, jól összedolgozó hálózat van mögöttünk, ide értve a települési agrárgazdasági bizottságokat, a falugazdászokat és ugye a földügyi referenseket, akik aztán elősegítik azt, hogy mindenképpen és minden egyes adásvétel esetében igazságos és olyan döntés szülessen, ami az adott gazdálkodói közösség, adott település gazdálkodói közösségének az érdekét szolgálja.
Az idei évben körülbelül ilyen 2000 fölötti adásvételi szerződést véleményeztünk. Ebből tényleg minimális, 10 darab volt, amit elutasított a megyei elnökség. Új feladatot is kaptunk az idei évben földügyek kapcsán. Július 1-től a kamarának olyan lehetősége van, hogy a haszonbérletek esetében is felhívja a figyelmét a földhivatalnak, hogyha aránytalanságot érez a haszonbérleti díj, és annak az adott földterületnek a minősége, fekvése, öntözhetősége kapcsán. Tehát itt is a Települési Agrárgazdaság bizottságokra és azok tagjainak a jelzésére is alapozunk, és bízunk benne, hogy eredményesen fogjuk ezt a feladatot is elvégezni. Az idei évben már körülbelül 800 szerződést vizsgáltunk ezzel kapcsolatosan végig. Mindezek mellett a felnőtt képzési tevékenységre is nagy hangsúlyt fektet az Agrárkamara. 8 órás zöldkönyves tanfolyamot tartottunk 6 alkalommal, itt 164 fő volt az, aki zöldkönyvet szerzett. Nagyon fontos tevékenységünk, és azt gondolom, hogy ez a jövő megalapozására szolgáló tevékenységünk a szakképzésben való részvétel, tehát a pályorientációs tevékenység, pályorientációs munka. A szakiskolákkal nagyon jó az együttműködés. Mind a két szakiskolában megtartottuk a Szakmakóstoló 7 nevű pályorientációs programunkat a nyár folyamán. Itt körülbelül egy 40 diák vett ezen általános iskolás diák részt, és az ősz folyamán pedig minden iskolában 2 olyan szakmai napot, nyílt napot szerveztünk, ahol a szülőknek, az általános iskolás gyermekeknek lehetőségük volt megismerkedni az iskolával, a képzési irányokkal, és bízunk benne, hogy minél többen választanak agrárszakmát és élelmiszeripari szakmát közülük. Jelentős szerepvállalása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem programnak a koordinálása. Annak ellenére, hogy az idei év rendkívül asztályos volt, a gazdáknak az adokozó kedve Tolna megyében sem csökkent. Hasonló eredmények születtek, mint az elmúlt években. Az idén 10,3 tonna búzát gyűjtöttünk össze, amiből liszt készült a Dunaföldvári Malomnak a közreműködésével és köszönet érte. És ezt a lisztet a Máltai Szeretetszolgálat Tolna megyei csoportjai juttatják el, vagy már juttatták el a rászoruló családok részére.